Pillanat, hogy nincsen Vince a hátamon, és egyik fiú sincs itthon. Most nagy szerencsém van, mert apa mindkét gyereket levitte egy kicsit sétálni. Még itt elég korán reggel van. És ahogy ígértem nektek, most ebben a videóban az időeltolódás menedzselése lesz a téma. A legutóbbi videómban említettem és kértem, hogy írjátok meg, hogy szerintetek kinek ment legkönnyebben az átállás négyünk közül. A 4 hónapos Vincének, a 3 éves Bencének, vagy nekünk felnőtteknek. Ugye, aki esetleg lemaradt volna erről a videóról, majd belinkelem ide a linkjét. Illetve megismétlem, hogy ugye 11 óra időeltolódás van ahhoz képest, az otthoni időhoz képest, ahol most vagyunk. És nézzük, hogy hogy ment. Az első nap ugye Los Angelesbe szálltunk meg, és aludtunk egy éjszakát, ahol még csak 9 óra volt az időeltolódás. Ugye ottan idő szerint délután 4 órára értünk oda, ami hát igazság szerint már otthoni idő szerint bőven benne volt az éjszakában. 3 órát töltöttünk el ébren, este 7 órakor feküdtünk le, ami már ugye bőven az éjszakának számított az itthoni időhöz képest. Ennek ellenére ugye, ahogy az otthoni idő szerint ment bele az idő a reggelbe, hát nem meglepő módon éjjel 1 óra körül Vince ébredt, és hát ugye nyilván, mivel egy szobába aludtunk, és egy szobában alszunk is otthon is mindannyian, ezért nem csoda, hogy ahogy ő elkezdett a vaksötétben gagyorászni, hát előbb-utóbb felébredt a család is, bár megmondom őszintén, és apa is megmondta őszintén, hogy már akkor ő is ébredezett. Los Angeles-i idő szerinti éjjel 1 órakor fölkelt a család, és hát nem nagyon tudtunk mit csinálni, ugye vaksötét volt kint, ami már az előző videóban is említettem, hogy nem volt túl könnyű. Ugye tovább repültünk, ahol még további plusz 2 óra időeltolódás volt, tehát a Los Angeles-i 9 órához képest itt már 11 óra időeltolódás volt, és mire megérkeztünk a szállásra, az itteni idő szerint szintén olyan körülbelül délután 3-4 óra lehetett, ami otthoni időhöz képest már a hajnal, mert ugye ezt már elég könnyű kiszámítani, hogy amikor itt délután mondjuk 3 óra van, akkor az azt jelenti, hogy otthon körülbelül olyan éjjel 2. Szintén kihúztuk nagy nehezen az időt estig, ami olyan este, itteni idő szerinti este 7 órát jelentett, ami ugye már otthon reggel 6, de ennek ellenére ugye le tudtunk feküdni, aludni, viszont szintén várható volt, hogy nem túl sokáig aludtunk, hát körülbelül megint ugyanez a forgatókönyv zajlott le, hajnal 2 körül. Vince ébresztette a családot, ugye megébredt, és vidáman belemagyarázott, belegagyarázott az éjszakába, úgyhogy hát erre egy idő után mindenki természetesen megint csak fölébredt. Ez itt zajlott a következő, meg a következő éjszaka is. Hát így a 3.-4. nap tájéken én már kezdtem egy kicsit elkeseredni, hogy mitől fog bármiféle változás bekövetkezni ebbe, hiszen nagyon úgy tűnt, hogy Vince egyáltalán nem hajlandó tudomásul venni, hogy itt más idő van. Párom próbált nyugtatgatni, hogy majd csak ugye az ébrenléte az igazodik a nappali világossághoz, meg az esti sötétséghez, de nagyon nagy javulás nem látszott ebbe, ugye ráadásul nála nem lehetett az értelemre hatni. És ebben például Bencével, akivel azért már elég jól meg lehetett beszélni, hogy még egy picit bírja ki, nem most aludjon, hanem még várja meg, amíg esetleg hazaérünk, még egy picit húztuk, ugye felkeltettük az érdeklődését ezzel-azzal, tehát ő vele azért az értelmére már lehetett számítani. Addig Vincénél abszolút nem, tehát ő képes volt úgy bealudni, hogy abszolút ébreszthetetlen volt, tehát a pelenkázásra nem ébredt föl, áttettük babakocsiból, kocsiba, kocsiból, ágyba, tehát semmi egyszerűen abszolút nem volt ébreszthető. Úgyhogy
Hát én ugye harmadik, negyedik nap tájéken egy kicsit elkeseredtem, hogy mégis mitől fog ez megváltozni. Onnan lehetett tudni, hogy ő is már kezd egy kicsit átállni, hogy a délután, mondjuk ilyen délután, itten idő szerint délután 4-5 óra körül nem ájult be annyira, hogy gyakorlatilag ébreszthetetlen állapotba került. Ugye ez azt hiszem az ötödik nap tájékán volt, hogy fölébredt ebben a délutáni mélyálomban, megpróbáltam nem visszaaltatni, és ezt gyakorlatilag két napon keresztül kellett megcsinálni. Tehát így nagyjából a hetedik napra értünk el odáig, hogy Vince is átállt. Onnantól kezdve ugye már nyilván nem is ébredt éjjel 2-3 körül. Tehát nagyjából egy hét kellett ehhez, hogy ő átálljon egy icipici rásegítéssel, ami így az 5.-6. nap tájékán történt, amikor is egy-egy megébredésére már nem altattam vissza, tehát mindenféleképpen próbáltam őt ébren tartani, amit végül is el is fogadott, hiszen ugye tűzött a nap, és mindig történtek dolgok, tehát végül is nem volt olyan nehéz. Úgyhogy igazából summa summarum ő volt a legnehezebb eset, tehát szóval én is így gondoltam egyébként, hogy így lesz, hogy Vince lesz a leggyorsabb, viszont arra nem gondoltam, hogy ugye amennyire neki már otthon beállt ez a kis ritmusa, és ő egyébként egy nagyon jó alvó kisbabának számított mindig is, tehát pár hetes korától kezdve valahogy beállt arra, hogy ez a 7-8 óra körül neki mindenféleképpen már fürdetni és altatni kellett, és onnantól kezdve egy hosszút aludt, tehát egy ilyen stabilan volt egy ilyen 5-6 óra egyben alvás, amikor még csak nem is ébredt. Erre ugye nem számítottam, hogy ez neki annyira beállt már, hogy ezt a esti, úgymond egyszeri hosszú alvását, ezt nagyon nehéz lesz az itteni időhöz igazítani. Tehát azt lehet mondani, hogy Vince átállt a legnehezebben. Szerintem Bence sokkal hamarabb átállt volna, úgyhogy én szerintem az lett volna egyébként a helyes sorrend, hogy mi felnőttek állunk át a leggyorsabban, és rögtön utánunk Bence, végül Vince, viszont mivel Vincét be kellett várnunk, így nagyjából azt lehet mondani, hogy a család úgy egyszerre állt át. Nekem ezek a tapasztalataim az időeltolódás menedzselésével kapcsolatosan, hogy azoknál a gyerekeknél, illetve nyilván a felnőtteknél, ahol már lehet az értelemre hatni, és meg lehet magyarázni azt, hogy esetleg még egy picit húzzuk ki az időt, még mindig el lehet menni még egy kört sétálni, ugye az utcán mindig történnek érdekes dolgok, úgy sokkal könnyebb az átállás. Egy ilyen nagyon pici babánál, ahol igazából még nem nagyon tudod úgy lekötni a figyelmét, hogy tényleg az hosszasan, akár órákra is fennmaradjon, náluk nagyon nehéz, tehát ők egyszer elálmosodnak, és akkor elalszanak, és kész, nincs mese, tök mindegy, hogy kint tűz a nap, és a nappal közepe van. Szóval náluk azt gondolom nehezebb. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy itt voltatok velem, és ezeket elmesélhettem nektek. A következő videóban megint csak másról lesz szó, a mosható pelenkázásról, illetve a mosható pelenkázásról való tapasztalataimról itt külföldön, utazás során, repülőn. Gyertek, tartsatok majd velem ott is. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!